Szeretnénk mutatni két hírt, amit érdekesnek találtam, de számtalan ilyen van, számtalan hasonló, és remélem, hogy ezután ezt látva mindenki megérti, hogy hogyan működik a, a rendszer, illetve hogy mi is az, amire felkészítenek minket, és készítik fel az egész világot tulajdonképpen. Az egyik az a madárinfluenza a hoax, és maga az egész pandemik, ami ugye az egész világra kiterjedő járványról szól. Ez az egész félelemkeltés, és, és ez az egész hazugság tulajdonképpen. nem mondom azt, hogy nincsen, vagy nem lesz egy olyan betegség, biztos, hogy lesz. Az ezer hiszen ez le van írva, hogy lesz egy olyan betegség, ami az egész világot meg tizedeli, nem is egy szerintem, hanem valószínűleg több. Nyilván ezt már ők kidolgozták jó előre. Azonban a lényeg az, amit mutatni akartam, hogy hogyan is változtatja meg az életünket egyik napról a másikra egy-egy esemény. Itt arról van szó, hogy ez Kína, de lehetett hallani Japánban is a madárinfluenzáról és más országokban. És a helyzet az, hogy, hogy a szányos hús kereskedő piacokat egyszerűen bezárták. És így akarják biztosítani azt, hogy a madárinfluenza nem terjed át az emberekre, és nem veszélyezteti a magát a népessége. Kína a világ második legnagyobb szárnyas húsfogyasztója, és a helyzet az, hogy ezzel a, ezzel a hazugsággal tulajdonképpen be kellett, hogy zárják a piacok egy részét, hiszen ugye azt állítják, hogy madárinfluenza veszély van. Valamelyik tartományban, azt most meg nem mondom, hogy melyikben, de teljesen lényegtelen is a, a reportból kiderült, 13 napra bezárták az egész piacot, hogy megakadályozzák a terjedését. Természetesen ez csak lelassítja a terjedés, és tavasszal ugye a melegebb időszakban még jobban terjed. A lényeg nem is ez. A lényeg az, hogy mindenki gondoljon bele abba, hogy micsoda fegyver ez a, az új világrendés ennek a kártának a kezében, hogy egész egyszerűen csak mindenféle bizonyíték nélkül bármilyen terméket kivonhat a forgalomból. És hiába van bármi is elérhető, akármi, ami, ami, most bőségesen elérhető a piacokon, ha egyik napról a másikra ezzel, ezzel előállnak, akkor hiányt tudnak okozni, és, és óriási problémákat a társadalomban. Szóval a lényeg nem az, hogy ez Kína is nekünk nem számít, vagy ez Japán, vagy ez akárhol van, vagy ennyi tonnát égetnek el, vagy annyit. A lényeg az, hogy mit tesz ez a gazdasággal, hogy egész egyszerűen ilyen mennyiségű árut ki kell vonni belőle, és aztán azt valahogy vissza kell, aztán azt pótolni kell, hiszen az emberek továbbra is éhesek lesznek, enni akarnak, a, a termelőknek bevétel kiesés, az egész államnak, mindenkinek. Ezek a problémák természetesen az ő malmukra hajtják a vizet, úgyhogy alapvetően gyanúsnak kell, hogy legyen. Élelmiszerre természetesen egyszerűen lehet kontrollálni egy, egy ember tömeget, illetve egy országot, vagy akár egy régiót is. A másik azonban a különféle természeti katasztrófák gyakorlatilag nem lehet már követni azt, hogy pedig nem kevés időt töltök ezzel elhittek hogy mi zajlik a világban is, és a különböző helyeken, a vulkánkitöréstől a földrengésig, vagy a, a törésvonalakig, akármi. Ez egy nagyszerű példa, Amerika legmagasabb gátja, ami Kaliforniában található, és ez a lyuk keletkezett rajta. Az a helyzet, hogy ugye beszakadt a gát, és olyan magas a vízállás, eddig évekig arról volt szó Kaliforniában, hogy, hogy tulajdonképpen szárasság van. Na most nem a szárasság a probléma, hanem az, hogy annyi eső esett, hogy hogy rekord magasságot ért el a víz a víztározóban, és ez tönkreteszi a gátat, is már az a probléma, hogy esetleg túl is folyik. És 200 láb hosszú, 30 láb mély lyuk keletkezett rajta, ami ugye egy hatalmas probléma, most helikopterekről dobálnak bele zsákokkal, betont, és mit tudom én mit. A lényeg az, hogy, hogy ez egy komoly probléma Kaliforniára nézve. amennyiben nem sikerül rendbehozni magát a gátat, illetve kordában tartani az egészet, akkor sajnos egy, egy ilyen vészmegoldást kell alkalmazniuk, ami azt jelenti, hogy nem a gáton fog, illetve a rendes mederben fog a víz lefolyni, hanem mellette a, ezen a területen a folyóba. Mindez a múlté, hiszen ez az, ami most történik, ugyanis annyi víz van benne, hogy már egyszerűen nem tudja visszatartani ami soha nem történt még meg, 47 éve állag át, ha jól értettem, 47 vagy valami olyasmi, 45-47 éve létezik, és ilyen még soha nem fordult elő. Közben olyan bődületes hazugságokról van szó, hogy Kaliforniában minden 200 évente óriási áradások vannak, mint ahogy ugye óriási földrengések is, és ezt várják az emberek folyamatosan. A lényeg mindig a félelem, és az, hogy az embereket állandóan, Kézenlétbe tartsák. Természetesen senkinek nem is lehet fogalma arról, hogy 200 évente van-e áradás, hiszen honnan is tudhatnák, mondjuk lehet, hogy 400 évre még esetleg emlékeznek, de azelőtt nem hinném, hogy voltak -e erről bármiféle eredmények, de mindegy is, a lényeg nem az. A lényeg az, hogy ezt meg tudják csinálni, és meg is csinálják. És akár a madárinfluenzával ugyanaz a cél itt is, hogy az emberek életét nehezebbé tegyék, és kiszorítsák őket bizonyos területekről, és egyre, egyre inkább mindenkibe tudatosuljon az, hogy, hogy a világ megváltozik, és ennek mi vagyunk a következményei, nem pedig ők, akik ezt szánt szándékkal csinálják. És így kiszorítják az embereket bizonyos területekről, mint Kaliforniából. Ha azt akarják, hogy egy, egy terület te adjanak az emberek egyszerűen csak e, megtehetik azzal, hogy, hogy egy gátat tönkre tesznek, vagy egy vulkán kitörést előidéznek, vagy pedig bevonják a, a szárnyas állományt, mert madárinfluenza veszély van. Igazából erre szerettem volna felhívni a figyelmet, hogy mindennek jelentősége van, és minden mögött valami minden okkal történik, semmi sem történik véletlenül, nincsenek véletlenek, természeti katasztrófák, meg ilyen dolgok. Ez az egész egy hatalmas szervezet folyamat. És ez nagyon-nagyon régen így van már. Ezek az árterületek, amik érintenének 350 ezer embert, hogyha előfordul egy olyan áradás, ami 200 évente, amiről itt beszélnek, mit tudom, én, mi ez. Az érdekes, hogy a másik ugye a, a nagy földrengés, amiről szó volt, már korábban beszéltük, ami szintén Kaliforniában várható. Ezzel a két dologgal az egész területet tulajdonképpen el tudják népteleníteni, és oda, oda terelik őket, ahova akarják. És ez csak két természeti katasztrófa, amit ők gyakorlatilag nagyon egyszerűen elő tudnak idézni. Mint ahogy csinálják is, már nagyon régóta és akkor képzelje el mindenki azt, hogy ezek a működő atomerőművek, idézőt atomerőművek, amik világszerte jelenleg működnek. Még akkor is, ha én úgy gondolom, hogy, hogy ez az atomenergia, meg ez az egész nukleáris dolog egy hoax, azt az emberek nem tudják. Úgyhogy akármilyen robbantásokat, akármilyen dolgokat véghez tudnak vinni ott, és ezzel tovább csökkentik a az emberek létszámát azokon a területeken. Azt csinálnak gyakorlatilag, amit akar. És ez megint csak a, az úgynevezett idézőjelvetett atomerőművek. Akkor, akkor mennyi gát van, mennyi, mennyi hőerőmű van, mennyi törésvonal van, mennyi vulkán van, mennyi folyó áradhat, stb. 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 Azt csinálnak a világgal, amit akarják, akarnak, és ezt meg is csinálják. Ha azt akarják, hogy ne legyen brokkoli, meg saláta, Nagy-Britanniában akkor nincs, mint ahogy nem volt múlt héten vagy az összes szárnyas bevonják Kínába az egyik tartományban. Vagy lerobbantanak egy gátat. Ki tudja, mennyi, mennyit lehet még ebből megcsinálni. Ha csak erre a térképre néz rá valaki. Ha ezzel a szemüveggel nézi valaki a híreket, ha így áll hozzá, hogy minden így működik. Erről beszél jó öreg John, hogy, hogy mennyi ember él ugye azon a területen, és mekkora problémát fog ez okozni, és az embereknek fogalmuk sincs erről, Természetesen nincs fogalmuk, hiszen. honnan is lenne? A veszteség közel 700 milliárd lehet csak ebből a gátból. Még egyszer azt, azt arra, arra hívnám fel a figyelmet, hogy ez csak egy területe a világ, ez csak egy. tulajdonképpen apró áradás, ami 350 ezer ember életét érinti. Mi lehet akkor a többi a többi dologgal? És mekkora problémát lehet okozni. A, ezekkel az erőművekkel, vagy, vagy az infrastruktúra tönkretételével, vagy az olajár összeomlasztásával, vagy a világgazdaság összeomlasztásával, és a többi, és a többi. Ez, ez az, ezek azok a dolgok, amit ezek az emberek meg akarnak állítani. Ezek azok a dolgok, amikkel majd szembe kell néznünk, ami, ami, ami ellen harcolni kell. Nem csak ezek ellen, hanem az ellen, hogy nincs mit enni, nincs mit inni, nincs hol lakni és közben hideg van, és közben... És közben még ezek is itt vannak. Ilyen problémák. Úgyhogy a helyzet nem az, hogy egyszerűen hány ember tudunk az utcára kivinni, és hány embert... Hány ember kell ahhoz, hogy a rendszert megdöntsük. A, pro... a probléma az lesz, hogy, hogy melyik, melyik lyukat tömi be az ember melyik ujjával majd. Azon a hajón, amint próbál közlekedni hogy vajon enni fog, vagy tüntetni fog, vagy, vagy, kocsit fog égetni, vagy éhes lesz, vagy szomjas lesz, vagy mit fog csinálni, vagy hogy fog fűteni, vagy hol fog lakni. Úgyhogy a probléma annál sokkal összetettebb, mint hogy hány ember fogunk felébreszteni. Visszatérve Kaliforniára, ugye már a volt szólt földrengésről most, most erről a gát dologról. A következő az, hogy a maga a partvonal, a tengerpartnak az eróziója szintén fenyegeti a, az ivóvízkészleteket és a szennyvíz dolgokat. Szóval megint csak az a lényeg, hogy hogyan is támadható egy-egy terület. Míg az emberek azt gondolják, hogy, hogy maga az elit, vagy ez a kártel az ellenség, persze ők azok. A, 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 probléma nem az, hogy, hogy nem tudjuk, hogy ki az vagy hogy hányan megyünk az utcára. A probléma az, hogy közben még, még hány helyre kell majd figyelni az embernek, és melyik lesz az a fontosabb. Ez szintén Kalifornia, ahogy mondtam, a partmenti területekről van szó, hogy ezek az áradások ugye szintén... Ahogy említettem, a szennyvizet és az ivóvizet veszélyeztetik, de nem csak azt, hanem a közlekedést ugyanúgy. Úgyhogy a, a, annyira az ember rá van utalva már a, az államra idézőjelbe, ugye erre a rendszer, rendszerre, erre a beast systemre, magára a fenevadra, hogy nem tud majd kikerülni belőle a saját erejébe. Hogyha valaki azt gondolja, hogy berendezkedik, vagy beveszi magát, vagy lesz elég konzerv, vagy akármilyen, akkor annak ezt a képet ajánlom figyelmébe azzal a gáttal együtt, amit, amit az előbb mutattam. És akkor majd, hogyha az ő területén esetleg ez történik, vagy nem ez, hanem egy földrengés, vagy egy harmadik dolog, vagy egyszerűen csak bekopogtatnak, hogy, hogy itt sajnos már nem lehet lenni, mert ilyen vagy olyan influenza van, vagy amolyan, akkor mit fog csinálni majd azzal a dolgokkal, amiket felhalmozott. Úgyhogy a probléma nem, nem, nem egyszerű, és nem, nem is az, hogy nem egyszerű, hanem, hanem ezt önerőből az ember saját maga nem fogja tudni megoldani. Amit a legérdekesebbnek találok az az, az hogy annak ellenére, hogy, hogy, több száz videót csináltam már, és gyakorlatilag mindegyik ugyanarról szól, hogyha valaki figyelt. Mindegyik ugyanarról szól, hogy mi a megoldás, és hogy mi az, amit én javaslok, mi az az út, amit én követek. Ennek ellenére a legtöbb kérdés az, az a kapcsolatos, hogy mi a megoldás. <laughs> úgyhogy ez ironikus. De elmondom akkor, hogy mi a megoldás, szerintem mi az, amit én megoldásnak tartok. Az, hogy ezzel ki ért egyet, az engem egyáltalán nem érdekel. Olyan értelemben, hogy, hogy, ki mit gondol róla, hogy ez, ez nevetséges, vagy ilyen, vagy olyan. Fölösleges is az idejét vesztegetni mindenkinek, aki ezzel akar jönni, hogy ez, ez nem így. Van. Ha egyszer nem egyértelmű az emberek számára az, hogy ami meg volt írva, az írásban, a 66 kanonizált könyvben, a, az apokalipszisről, a kinyilatkoztatásról és a végidőkről, az az, amiben élünk, és az ami történik, akkor, akkor azt, az, az, nagyon sajnálom, hogy ez nem elég egyértelmű. Ha valakinek viszont egyértelmű, akkor annak a megoldást ugyanott kell keresnie. Ez azért történik, mert az ember nem követte az előírásokat, amiket leírt a mindenható abban. Teljesen mindegy, hogy keresztény, katolikus vagy eh, muszlim. Egyik se követi azt. Mindaddig, amíg az ember nem fogja követni, addig a mindenható szépen hátra fog lépni, és engedni fogja az ellenséget, hogy káosz csináljon, és elpusztítson mindet és mindenkit. És ez az, ami történni fog. Ezt nem lehet megakadályozni, ezért mondom, hogy nem lehet megakadályozni. Ez le van írva. Az emberiség nagy része nem fog felébredni. Amennyiben az a néhány ember, aki hajlandó felébredni, elkezd járni az úton, azon, amit a másik száz videóban megpróbáltam elmagyarázni, hogy hogy kell, ha hajlandó elkezdeni azon az úton járni, és elfogadni azt, hogy vannak szabályok, és azok szerint kell élni, akkor annak lesz valamennyi esélye arra, hogy átviszi ezt az egészet, és így vagy úgy, elkerüljön oda, ami az ígéret és ami az ígéret mindig is volt. Aki ebben nem hisz, vagy erre nem képes, az, az, az nem probléma. Számomra, abszolút nem. Mint ahogy nekik sem kellene probléma legyen az, hogy én így gondolkodom. Aki viszont megérti, az értse meg azt, hogy ez az egyetlen megoldás. Ennek a világnak annyi vége van. Minden és mindenki különösen az emberiség azt fogja kapni, amit megérdemel. Hiszen a saját fejé után ment, a saját törvényeit követt, és a saját felsőbbrendűségét hirdeti még most is, amikor a világ szét omlik körülött és leég. Úgyhogy ez a megoldás. Remélem, hogy... Bár gondolom, hogy még így is lesz az, aki azt írja, hogy negatív és mi a megoldás, de a lényeg az, hogy ez a megoldás szerintem. Remélem, hogy, hogy egyre többen, és úgy tűnik, hogy egyre többen látják ezt be, úgyhogy halleluja ezért aki pedig nem hajlandó belátni, akkor, akkor az pedig nekem az is mindegy igazság szerint. Mindenkinek a legjobbakat és halleluja. Amennyiben tetszett a videó, kérlek kattintsatok a like gombra, ha hasznosnak találtátok, osszátok meg ismerőseitekkel, és bármiféle hozzászólásatok, megjegyzésetek, javaslatotok van, azt ide írhatjátok, valamint az elérhetőségeket megtaláljátok a leírás részben ahol kapcsolatba léphettek velem, és még sok extra információt is találtuk itt. Mindenkinek a legjobbakat, halleluja!